trianoni határ az nem csak az embereket szakította el, nem csak a gazdaságot, hanem a kultúrát, a nemzeti örökséget is. A következő előadásban házigazdánktól, Molnár István professzorútól, az Akadémia Könyvtár főigazgatójától erről fogunk előadásban mutatni. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, kedves résztvevők. Valóban igyekszem betartani a számomra adott 15 perc időt, sőt, talán még rövidebb is leszek. A trianoni békediktátum következtében a Királyi Magyarország teljes gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális intézményrendszere felbomlott. A Magyar Királyságban élő népek írott kulturális örökségének jelentős részét a könyvtárak őrzik, gondoskodnak az egyes örökségi elemek nyilvántartásáról, megőrzéséről és hozzáférhetővé tételéről. Ezek a dokumentumok ugye a könyvek, folyóiratok, de nem csak, kéziratok és fotók, kisnyomtatványok. Ezt úgy kell érteni, hogy a műsorfizetektől kezdve a gyufacímkéig minden, ami egy nemzeti könyvtárba gyűjtőkör természetesen, hiszen az írott örökség része. Amennyiben valóban igaz, hogy egy kulturális közösség, egy nép a saját öröksége nélkül nem tudja magát tudományosan és kulturálisan reprodukálni, nem tud újító gondolatokra jutni, akkor az sem mindegy, hogy milyen a sorsa, a története a könyvtáraknak, örökségünk elemeit miként tartjuk, illetve a trianon után miként tartják nyilván, miként őrizzük, őrzik meg, és miként tesszük, vagy teszik hozzáférhetővé ezeket az elemeket. De nézzük először magát a könyvtári rendszert. Tényleg nagyon röviden csak fél oldalnyi történelem, nyilván ez a szakmám, sokat tudnék róla beszélni. A Magyar Királyságban a középkor végéig a nyugat-európaival azonos könyvtári rendszer alakult ki, ami jelenti a világi és a szerzetesi egyház hierarchiának megfelelő szerkezetet, és a királyi udvar mellett megjelent a magánkönyvtárak rendszere is. A 16-18. Század folyamán kialakított főúri, udvari, illetve egyházi és városi iskolai és más intézményi könyvtári rendszer többször átalakult, sajnos nagyon sokat rombolták is, és megjelentek a közös könyvtárhasználati formákat kiszolgáló gyűjtemények is. A 18.-19. Század fordulójának jelentősége abban áll, hogy stabilizálódott a szakkönyvtárak rendszere, egyetemi és iskolai gyűjtemények, egy gróf, tehát nem a király, Széchenyi Ferenc megalapította a Magyar Királyság könyvtárát, és Erdélyben konfesszionális, és ezért lényegében nemzetiségi alapon történt meg a nemzeti gyűjtemények létrehozása, ugye Batthyány Ignác a katolikus, Teleki Sámuel a kálvinista, és Báró Samuel von Buchenthal a szászoknak teremtette meg egy nemzeti gyűjtemény alapjait. A 19. század folyamán ez a könyvtári szerkezet megmaradt, de az egyes pontjain egyre több gyűjtemény létesült. Egyházi és iskolai könyvtárak sor alakult, felsőoktatás intézményei a szakkönyvtári hálózatot tették sűrűbbé. 1826-ban ugye megalakult ez a könyvtár, gróf Teleki Józsefnek köszönhetően, Erdélyben pedig gróf Mikó Imre 1842-ben kezdeményezte egy hasonló tudóstársaság létrehozását gyűjteménnyel, az uralkodó ezt Erdélyi Múzeum Egyesület néven csak 1858-ban engedélyezte. Erre az időre a Magyar Királyság és Erdély nemzetiségei is központi könyvtárakat hoztak létre, a legtöbb esetben a majdani akadémiai könyvtárak, illetve a trianon után a nemzeti könyvtárak alapjait rakták le. Ugye emlékeztetek a matrica, különböző szláv matricákra, a kulturális egyesületekre, szerb, horvát, szlovén, illetve a németek, akik már korábban 18. század második felétől létrehozták a területi szakmai szervezetük által ki a külön-külön könyvtári rendszerüket. Erdélyben a szászok 1840-ben hozták létre a ma is működő tudományos egyesületüket, de a románok 1861-ben Nagyszebenbe alapították ugye az Astra egyesületet, ami ma is szintén működik. A kégyezés után igaz az a cím, amely alatt Szögi László foglalta össze a korszak magyar egyetem történetét, a modern egyetem hálózat kiépülése. Tegyük hozzá rögtön, hogy ezek az intézmények könyvtárakat is alapítottak, és ezzel párhuzamosan felépült egy korszerű megyei és városi múzeumi és könyvtári rendszer.
1885-ben György Aladár statisztikailag is összefoglalta az akkori könyvtárak állapotát. És a múzeumok és könyvtáras országos főfelügyelősége 1900-ban útjára indította a Magyar Minerva című sorozatot. Ennek ötödik kötete 1915-ben jelent meg, a hatodik már csak 1932-ben, tehát Trianon után. Az egyes könyvtárak bemutatásakor a néhány bekezdési történet mellett az állomány számszerű leírását is elvégezték. Ha tehát valaki statisztikailag akarja követni, hány könyvtár, hány millió könyv, milyen mennyiségű kézirat maradt a trianoni határokon kívül, ez a sorozat lehet munkájának az alapja. Több nagyon könyvtár anyaga került át Magyarországra települő intézményekkel a mai határokon belülre. Az esztergomi főegyházmegye könyvtárai már 1820 és 50 között a török foglalás előtti székhelyükre települtek. A Selmecbányai Egyetem könyvtári anyaga követte a tanárokat Sopronba, Miskolcra. A Pozsonyi Egyetem, amelyet közvetlenül a háború előtt alapítottak, Pécsre került. Sajnos a Kolozsvárról kis kitérővel Szegeden helyet kapott Ferenc József Tudományi Egyetem könyvtára az erdélyi városban maradt, tekintve, hogy az Erdélyi Múzeum Egyesületé volt, amelyet az egyetem csak használatra vett át. Tudunk példákat kisebb líceumi könyvtárak áttelepítésére is. Ilyen, csak egy példa, az Eperjesi Evangélikus Líceum, amelynek könyvei kisebb részben a miskolci luteránis plébániát gazdagítják a mai napig is. Az egyházi, az iskolai, a városi és a megyei könyvtárak viszont helyben maradtak. Utóbbiak azért is, mert sok helyen múzeumi, illetve helyismereti szakkönyvtárak is voltak egybe, közművelődési funkciójuk mellett. Ezen a ponton megismétlem a már feltett kérdést. Az új államok és Magyarország mit kezd az ott maradt, és mi mit kezdünk az átkerült könyvanyaggal? Trianon után tehát miként adjuk számon, miként őrizzük és tesszük hozzáférhetővé. Mindenki patrimóniumként, vagyis atyai örökségként tekint erre a kincsre. Az első kérdés, ki milyen patrimónium fogalma mentén gondolkozik? Amin nem ilyen, vagyis nem tekintjük ennek, tehát patrimóniumnak, azzal kapcsolatban is megmarad a nyilvántartási, megőrzési és közreadási feladat, de biztosan másképp kezeltetik. Számunkra hungarikum az, amely a mindenkori magyar királyság és Erdély területén keletkezett, magyar királyi vagy erdélyi fejedelmi alatt való szellemi terméke, magyar nyelvű a dokumentum, vagy a magyarokra és vagy a magyar királyságra és Erdélyre vonatkozó információt hordoz. Tehát területi szerzői nyelvi, illetve tartalmi hungarikum. A szlováki intézmények számára szlovák patrimónium az, ami bármikor a mai Szlovákiához területen keletkezett, az erről a területről származó vagy itt élt személyhez kötődik, szlovák nyelvű, ideértve a bibliai csenyelvet is, illetve a szlovákokra vagy a mai Szlovákia területére vonatkozó információt közöl. Bármely más egykori magyar királyságbeli vagy erdélyi nemzetiség így tekint ma patrimóniumként a megőrzött könyvanyagra. Számos olyan eleme van ennek az utolsó mondatnak, amely komoly, nem igazán szakmai vitákra is okot adhat. Egy egyszerűnek látszó kérdés, ki a magyar, román, szlovák, stb. A Magyar Nemzeti Bibliográfia szerzői hungarikumnak mondja például Georg Henisch 16. századi német polgárt és műveit a Magyar Nemzeti Bibliográfia részeként regisztrálja. Henisch, aki Bártfán született, középiskoláit Linzben végezte, egyetemeit Németországba, illetve Bázelbe. Augsburgba telepedett le, az összes nyomtatott könyve nem a magyar királyságban jelent meg, soha nem is tért vissza, nem is írt magyarul. Viszont folyamatosan kapcsolata volt családjával, a magyar értelmiségi körökkel, és ennek okán, miután itt született, ezért hungarikumként értelmezzük. A Román Nemzeti Bibliográfia felsorolja Kájoni János vagy I.S. András összes művét, akiktől kizárólagosan magyar nyelvi nyomtatott könyvek maradtak ránk. Igaz, ők maguk Valachusnak mondták magukat, ugye a korabeli forrásokban, tehát románként identifikálják magukat. A könyvanyag nyilvántartásában tehát minden kulturális csoport, minden nép szorgosan és gonddal jár el a maga értelmezése szerint, így például a szlovák nemzeti bibliográfia minden tétele része a magyarnak is. Igaz, a magyar előbb készen volt, a szlovák kollégák lényegében lemásolták, de
kiegészítették és példány előírásokkal látták el, és ezt a munkájukat, ezt a hozzáadott értéket itt Magyarországon ugyancsak hasznosítjuk, lemásoljuk a magyar nemzeti bibliográfia számára. Hasonlóakat tudunk elmondani más népek vonatkozásába is. A gond azonban azzal az örökségi résszel van, amelyet mi a magunk patrimóniumán tartunk, a szomszédos országok szakemberei és polgárai azonban nem érzik, nem tudják magukénak. És ez a mai határokon kívüli anyag nagyobb részét teszi ki. Ennek nyilvántartásán, korszerű katalogizálásán nem dolgoznak. Így rejtve marad, és ezzel hozzáférhetetlenné válik. Sőt, a magyar szakemberek a régi, Trianon előtti nyilvántartások alapján keresik ezeket, a könyvtári dokumentumokat, és igaz ez például a levéltárakra is, akkor igazából személyfüggő, hogy engedik-e a hozzáférést, akárcsak a tudományos vizsgálat céljára. Nagyon sokszor nem a szándékkal van a gond, hanem azzal, hogy az ottani kollégák szégyellik, hogy nem rendezték újra a anyagot, nem igazodnak el benne. Számos helyen nincsen szakember, aki nyelvileg hozzáférne a megőrzött anyaghoz, vagyis nem tudnak latinul, németül, vagy éppen magyarul. Jól lehet, a szlovák, román, stb. Nyelvű dokumentumok ellenyésző arányban keletkeztek, illetve maradtak meg. A 17. század végéig ez az állítás kategorikusan igaz, de a 19. század elejéig a nem latin, német, magyar nyelvű anyag nem számottevő. Ma erdélyi levéltárakba, szász levéltárakba németül nem dolgozó kollégák dolgoznak, nem tudó kollégák dolgoznak, nem is tudják olvasni az anyagot, nem csak azért, mert nyelvet nem értik, mert paleográfiailag sem férnek hozzá. És ezért mi sem férhetünk hozzá, miután azt mondják, hogy rendezetlen az anyag. Külön ki kell térni arra a jelenségre, amely abba áll, hogy nem a szomszédos országok állami intézményeiben akadályozzák a könyvtárakhoz való hozzáférést, hanem az egyháziakban. Tehát nem az állam, hanem az egyház. Országonként más és más a helyzet, hiszen Romániában az évek óta zárt Batthyeneum állami fenntartásban van, ugye a Nemzeti Könyvtár filiáléja, az állami levéltárak, de az akadémiai, egyetemi intézmények könyvtári pedig jellemzően rendezetlenek, nem katalogizáltak, régi rendjük felborult, és az egykori raktári jelzetek érvénytelenek. A hozzáférés tehát utóbbi esetben szakmailag nem megalapozott, előbbinél jelentős a politikai szándék is az elzárásra. Szlovákiában viszont elsősorban az egyházak elzárkózóak. A kassai püspökség könyvtára, vagy éppen a szepesi káptana egykori gyűjteménye nem a szlovák állami politikai hangulat miatt zárt a magyar kutatók előtt, hanem az egyház fők személyes döntései alapján. Sőt, több esetben az 1990 körüli politikai fordulatot követően az állami gyűjteményekből az egyházaknak visszaadott könyvanyag vált kutathatatlanná, vagy egyszerűen eltűnt. Fölényeskedésre azonban semmi okunk nincsen. A Trianon után a Magyarország területére hozott könyvgyűjtemények feldolgozottsága nem teljes, sok esetben hozzá se fogott a fenntartó itt Magyarországon, és ez igaz a mai napig is. Ezek a gyűjtemények ugyanúgy hozzáférhetetlenek, mint mondjuk a Lőcse Evangélikus Egyház levéltára. A kérdés az, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy a Kárpát-medencében lévő népek, országok politikai retorikájában sokszor a másikat az örökségből kizáró szólamok hangozhatnak el, jól lehet ez közös örökségünk, és kölcsönösen elhanyagoljunk ennek az örökségnek az ápolását. Lehet szép szólamokat intézni, politikai rendezvényeket, az információs technológiák mindent hozzáférhetővé tevő erejéről, ha nem tudjuk, mit kell hozzáférhetővé tennünk, mert elfelejtettük számba venni. Luxusnak gondolja a politikum, pártokról, nemzetekről, országoktól függetlenül mindenki. A teljességre törekvő számba vételt nem értik, hogy miért kéne teljesen bemutatni, hiszen akkor kiderülhetne esetleg, hogy nem neki van igazunk. Pedig ez az alapja a teljesség, teljes számbavétel minden értelmes párbeszédnek, és az egymásra vakogást, vagy délibábos és felelőtlen álmok kergetését azonban a teljesség nem segíti. Köszönöm szépen!